Az elmúlt hét második felében Tatárföld fővárosában, Kazányban rendezték meg az úszók ifjúsági Európa-bajnokságát. A magyar csapatban ott volt a nyíregyházi Hatházi Dóra is, aki 50, 100 és 200 pillangón, valamint 4 váltószámban állt rajthoz. Gyula Sándor tanítvány a 200-on európai ranglista másodikként érkezett Oroszországba, úgy, hogy ezen a távon tavaly bronzérmet szerzett. A szabályok szerint egy nemzetből egy számban 4 úszó indulhat, de közülük csak 2 juthatnak a döntőbe. Itt is 4 magyar versenyző indult, akik elég szoros eredménye voltak egymás mögött. Az egyik versenyző Dóri előtt úszott, amit Dóri látott, hogy milyen eredményt úszott, és nyilván ő tőle az ő eredmény jobb volt. Viszont a 2 másik magyar az utolsó futamba került, látva Dóri eredményt, nagyon kemény harcot vívtak, és hát 4 tizeddel a második lány jobbat úszott, mint Dóri, így a versenyből kiestünk. Az igazság az, hogy a másik 2 lány 1 évvel idősebb, mint Dóri, és hát azzal próbáltam őt vigasztalni, hogy jövőre ez a verseny neked áll, mert ő még jövőre ifjúkorú lesz, a másik 2 lány pedig nem. A fiatal sportoló érthetően más eredményre számított legerősebb számában. 50 méteren a középdöntőbe jutott, 100-on a 7. helyen végzett, és 3 váltószámban is a döntőben úszhatott a nyíregyházi versenyző. Kicsit csalódott vagyok, az időnek nem örülök, de nagyon bosszantó, hogy egy magyar lány ver ki engem a döntőből és a középdöntőből. Magamra nem vagyok mérges, mert megtettem mindent. Utána kicsit szomorú voltam, de hamar túltettem magam rajta. Augusztus 20-ától 25-ig Budapesten rendezik a junior világbajnokságot, ahol szintén indul Hatházi Dóra, akinek ezen a nyáron 3-szor kellene csúcsformába kerülnie. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye eleve az ifjúsági bajnokságon jól kellett úszni, az ifjében jól kellett úszni, most is jól kell úszni, és ráadásul a VB szabály miatt, ahol csak 2 indulhatnak, egy országban nem tudunk indulni 200 pillangón sem. Tehát az ő versenyszám most 50 pillangón, 100 pillanat és a 400 gyorsváltóban van benne. Komoly, reális esély döntőbe kerül sem nagyon van. Egy jó szereplés, egy egyén rekord vagy ahhoz közeli eredmény az jó lenne, és tapasztalatszerzés. A szerdai sajtótájékoztatón az edző bejelentette, hogy a világbajnokság után befejezi pályafutását.